Halló! Csak hogy felvetted bájban, úgy néz ki meghaltanod. Úristen, kicsoda? Meghalt! Meghalt, így most hallod? Melyik az Eszter néni barátnőd? Milyen Eszter? Az Eszmeralda! A sorozatban, a tévében. Hát nem elég nagy baj? Oh, mama! Na jó. De mit csinálsz itt vasárnap délben? Nem akarsz segíteni? Ha jönnek a pötyék ebédre, ne idegesíts! Éjszakás voltam, alszom. Levente, ne kelljen benne csalódni, mert nem érem túl, tudod, hogy idős vagyok. Szépen megkérlek, hogy ne vigyetek a sírba. Még ha lehet, egy pár hétig húzzuk ki egymás mellett. Szia, Zsuzsikám! Ne hozz zavarsz! Én is meg akartalak hívni a napokban, úgy el vagytok tűnve. Mi van veletek, kicsim? Mert tiszta viszél a lábam, mondom, én hegynek fölfele nem megyek. Na most emiatt le kellett mondanunk a tagságot a nyugdíjas klubba. Te is! Hát képzeld el, én meg azt hittem a múlt héten, hogy meg fogok halni. Te, én olyan rosszul voltam, mondom, lehet az lenne a legjobb, hogyha... Na. Megszületett a Nándiéknak a kicsi, de maradjon köztünk, nem egy szép teremtés, csak egy kis majom. Mama, ezt adtál fel! Fúj, te! Beszedj le rögtön! Tiszta kosz! Ha mindjárt rácsapok a kezedre, összeszed valami fertőzést! Jó van! Pihenjél, kicsim! Lassan búcsúzunk. Itt a nyári szünet. Eljön a pihenés ideje, az önfeled szórakozásé és a feltöltődésé. És csak azért, hogy az önök agyát tornáztassam, ne legyenek olyan szürkék a hétköznapok, pár aprócska olvasnivalót és feladatot fel fogok adni a nyárra. Írja mindenki, szeretném kérni az aranyembert, a Robinson Crusoe-t és a kőszívű ember fiait. És a kőszívű ember fiairól olvasó napló. Kőszívű ember fiai egy ekkorka könyvre számítsanak, nem egy nagy dolog. Jó kikapcsolódást, töltődést és pihenést mindenkinek a nyárra. Viszontlátás. Ez egy kétszínű ribanc. Hát szerintem 10 éve ismerem őt. De majd legközelebb találkozom vele, lesz hozzá egy két szavam. Szia, Jézsiko! Én haragudni rád, ki mondta? De hogy ő sok volt egy kis affér, de hát tudod, milyen jó barátnék vagyunk. Fájtak mindenre. Ígyunk meg valamit, szívjunk el egy 100 cigit. Mama, nem találom a fehér zakómat. Hát mert tisztítóba vittem, és ott van szépen a szekrényedbe. De nincs ott, hát nyilván ott néztem először. Mondom, ott van! Ha most oda megyek és megtalálom, még jól meg is verlek. Ne idegesíts, hát itt van! Itt van! Jöjjél, fácskám, cseperedjél! Terebjél nekünk szépen, bőven! Kicsit elfáradtam, kijöttem hozzád levegőzni. Hát úgy volt, hogy tanulsz bent. Kinek képzeled magad? Induljál befele, mert át! Kicsim! Gyere ide, percre! Tessék! Ne húzd a szád! Nem tudod, mit intézett el neked a nagyanyád. Az állad leesik. Mama, megint mit találtál ki? Mátor, kicsim, a Pure Gold csapatának a tagjai vagyunk. Te is, kicsim! Jézusom, mama, ez nagyon menő. Ez hogy sikerült elintézned? Azzal csak te foglalkozzál. Mátor diétára foglak.
a süteményekbe, ez kerül liszt helyett, és veled járok edzeni. Ehhez mit szólsz? Hogy együtt edzeni? Jó. De ezt tettem a lábam! Levette! Mit csinálsz? Jó, nem levetkőzni akartam. Nem erészelj a szemembe hazudni, láttam! Hát, ti mai fiatalok így korcsosítjátok el a világot. Rossz rátok nézni. A mi időnkben korbáccsal vertek volna minket agyon. Hát, szép napot akkor. Majomkodj csak tovább. Trendy. Szia, Levikém! Csak nem boltba mész. Basszus, így eltalálni? Hát csak nem. De mit hozzak? Ne legyél már ilyen, csak hallottam az autók zaját. Ha már boltba mész, vegyél már nekünk egy kiló kovászos kenyeret, vágottat. Egy kiló krumplit, fél kiló vöröshagymát. Paprika paradicsom, uborka. Nem tudom, milyen árban van a macskaalom, abból is hozzá egy jó két kilót. Ha pedig ugyanarra jössz haza, merre szoktál, a patika pont útba esik, ott hagytam a kocsitba a recepteket véletlenül. Vásd már ki nekünk, jó? Micsoda véletlenek vannak ma, hát pont arra jövök haza. Na, puszi, kiváltom a receptet is. Hogy belátni az egészet erről a lelátóról? Hogy kit kell nézni, Dénes? Rossi mor, az ifjú tehetség, őt kell nézni. Ennyit sem tudsz. Úgy nézed, hogy belőle egyszer még bajnok lesz. Veszélyes, ahogy száguld. Jó Isten, nehogy bajuk legyen. Úristen, összetörte magát. Ne féljél már, ez a ruha védi őt. Állj fel, fiam. Na, végeztem a fodrásznál, ma megyek is tovább, aztán este jövök, jó? Jó, vagy apukám, mennyi. De képes voltál levágatni azokat a szép fürtjeidet? Hát olyan voltál, mint egy kis angyal. Mint egy kislány, vagy egy játékbaba. Most is vannak még kislányos fürtjeim, csak kicsit rövidebbek. De ez akkor se ugyanolyan. Növesz vissza a kedvemért. Na legyen szép napod. Csók a családnak. Puszá. Hú, ha egy kis önbizalom kell, akkor biztos, hogy hozzád jövök legközelebb is. Mi van, Csipitke? Minek örülsz ennyire? Azt találtuk ki a Flóráékkal, hogy lehet indítanánk egy önálló vállalkozást. Igazából minden megvan hozzá, és szerintem nagyon sikeres lenne. Vállalkoztátok? 23 évesen? Nem tudjátok, mi az életi fiatalok. Tessék elmenni gyárba dolgozni, napszámba, 12-14 órába, az az élet. Hogy nem lesz az, hogy sikerülni fog? Valószínűleg nem fog, így állj hozzá a dolgokhoz. Nagyon-nagyon el vagytok szállva, nem így neveltelek. Te csinálod a te utad. Te vagy a magad életének a kovácsa, majd jó elbaszod. Hajrá, önálló vállalkozás. Kezdj csókolom, menedzsert szeretnék kérni. Jó napot kívánok, menedzsert szeretnék kérni. Hölgyem! Menekélyet szeretnék. Kies vagyok, nekem már nem kell egy ilyen utazom. Ja, értem, akkor egy személyigazolványt. Az egy elég értékes okirat ahhoz, hogy én minden járművel elővegyem. Ne haragudj, nem fogom. Vagy elhiszélyes nyugdíjas vagyok, vagy elhiszélyes nyugdíjas. Higgy el, én elhiszélyes. Majd az unokám majd meg móleste tanítja magát. Menjen, menjen. Szálljon lefele. Viszontlátásra. Tökre elfáradtam, basszus.
Elfáradtál? Nehéz az élet, de képzeld el, én annól, hogy dolgoztam. Reggel 4-kor keltem. Beutaztam, az volt 1,5-2 óra. Beérkeztem a gyárba, lenyomtam 12 órát. Hazautaztam 2 órát. Utána mentem át a másik munkahelyemre. Oda is 1 óra út. Ott 8 órán dolgoztam le, hazafele is 1 óra út. Hazaértem, ebédet csináltam, kimostam, megcsináltam a házi munkát, és volt este 10, mire lefeküdtem. Akkor azért számold már ki, melyikünk járt szarabbul. Hát, ha csak a munkát veszem, akkor ez 26 óra volt. Hát, hogy lesz velem feleselni? Más kifele, takaríts akkor, vagy valami, ha ennyi erőd maradt. Megéheztél végre. Kis tojást kirántok, jó lesz kicsim? Igen. Jó, megpirult. Ízleti fog. Ne a színét nézd. De ez oda égett. Tudtam. Ezt a csúnya viselkedést, válogatást, finnyázást. Nem, nálunk ez nem szokás. Addig onnan nem állsz föl, fiam, amíg meg nem etted. Étel. Más gyerek örülne neki. Anyátokkal pedig elbeszélgetek, mert borzasztóan elkényeztetett titeket.